Üdvözlök mindenkit, én Szörjük, ezt mi láthatjátok a Dark Souls 2 nevezetű játék. Hát belekezdünk akkor a DLC-kbe, mint mondottam, ugye befejeztük gyakorlatilag a Dark Souls 2-nek az alapjátékát, le is győztünk mindenkit, és ugye a legvégén döntöttünk, hogy hogyan tovább. Úgyhogy annak a játékmenetnek ugye vége van, de mint ígértem, külön fel fogom venni a DLC-ket. Na! Hát ugye most akkor itt vagyunk Glasscannon Sorcerer karakterünkkel, és ugye egy-kettő érdekességet az észrevehettek ezen a karakteren, hogy minthogy egy kicsit másmilyen lenne, ennek megvan az oka. No, azt tudni kell, hogy amikor én befejeztem a Dark Souls 2-nek a végjátszását, ugye felvételeket elkészítettem, akkor utána én elkezdtem egy új karaktert, egy totálisan hasonló karaktert csináltam, tehát mind kinézetben, mind névügyileg, mert őt is Glasscannon Sorcerernek, tehát Glasscannonnak hívják. No. Egy kis változást eszközöltem rajta. Ugyanazokat a dolgokat megcsináltam, mint ugye, mint a végjátszásban is lehetett látni. Annyi különbség, hogy egy picit máshogy bildeltem, és azt láthatjátok is, hogy miről is van szó. Tehát a lényeg, hogy a hangolást ezt feltoltam 50-esig, tovább nem fogjuk húzni. Az alkalmazkodó képességet 33-asig, hogy meglegyen a 11-es mozgékonyságunk. Illetve az intelligenciát 60-asig toltam föl. És mellette a hitet is elkezdtem ugye pakolni, aminek majd lesz indoka, hogy miért van ez így. No. A játékot ezzel a szettel játszottam végig ugye offline, tehát ugye tehát nem szinkronban, hanem amikor ugye végeztem ugye játékkal. Mert ugye azt tudni kell, hogy amikor megöljük az utolsó bosst a legvégén is döntünk, akkor ugye visszakerülünk ide Majulába, és nyugodtan elkezdhetjük akkor is a DLC-t. Viszont én úgy szeretném ezeket a DLC-ket végigjátszani, hogy a terv a következő lesz, hogy ebben a részben nem fogunk semmilyen boss megölni, és nem fogunk semmilyen DLC-t elkezdeni, hanem gyakorlatilag ez a rész a DLC-re való felkészülést fogja bemutatni a mi szemszögünkből. Közben mutattam is, tehát gyakorlatilag az oroszlán mágus köpeny és az oroszlán mágus szet van rajtunk, illetve ez az oroszlán harcos sisak, amiről mindjárt fogok beszélni. Tehát a lényeg, hogy ebben a részben most fel fogunk készülni a DLC-re, meg fogunk erősödni, és fogunk keresni pár olyan tárgyat, illetve felszerelést, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy viszonylag normális módon meg tudjuk csinálni a DLC-ket, illetve a bosszokat. No, ha nem húznám akkor az időt, lényeg, hogy klorátos gyűrű plusz egyel fogunk menni, a kőgyűrűt bent hagyjuk, a mohó ezüstkíró gyűrűt bent hagyjuk, illetve a tiszta égkő gyűrűt is bent hagyjuk. És körülbelül ugye ezeket a gyűrűket szedegettem össze. Na, ugye egy kis érdekesség van, ez az oroszlán harcos sisak. Ezt nagyon-nagyon ritkán az oroszlán harcosok ugye ott dobják azon a területen. Na most, hogy mit is tud ez a sisak? Az oroszlán klán harcosai által viselt sisak. Az oroszlán klán egy furcsa faj, aminek nincs kapcsolat az emberekkel, és bárkit megölnének pusztán azért, mert kíváncsi módon közelítenek feléjük. Az oroszlán klán emberei úgy tűnik megvetik saját kinézetüket, mivel utálják, ha meglátják őket. Hatás csökkenti a zuhanás okozta sérülést. Tehát, hogyha hordjuk ezt a sisakot, akkor hasonló képen működik, mint a macska gyűrű, ami ugye szintén csökkenti a zuhanást. Na, ugye én így játszottam végig ismételten az egész játékot. Próbáltam ugye hasonló dolgokat csinálni, mint amit a végjátszásban is mutattam, tehát azokat a tárgyakat, amiket felvettem a végjátszás során, azokat mind meg is találtam, és ugyanúgy fel is vettem, mint eddig. Na, a lényeg, hogy mit kell akkor tudni erről a bevezetőről, tehát el fogjuk majd kezdeni a DLC-ket, az első DLC-t fogjuk majd elkezdeni, ami ugye a Shunken templom, azt hiszem úgy hívják, utána majd megyünk a tüzes, illetve hamus DLC-re, és legvégébb pedig majd a havas DLC-re fogunk elmenni. És utána, miután végeztünk mind a három DLC-vel, utána elmegyünk Vendrickhez, mert azt tudni kell, hogy ebben a végjátszásban, amit én csináltam, azt akkor mutatom is nektek, mert szerintem az érdekel benneteket. Tehát minden egyes bosst megöltem, kivéve Vendricket, a trón őrzőt, illetve a trón figyelőt, illetve Nashandrát, illetve Aldiát. Tehát gyakorlatilag 5 boss van hátra, de mindenki mást ugye elintéztem. Tehát elintéztem Velsztatot is, elintéztem az őrzősárkányt is, elintéztem a tükörlovagot is, elintéztem a Dark Larkert is, ugye az itt van. Nem, hol van a Dark Larkernek a lelke?
mindegy, menjünk akkor szépen sorba. Tehát a lényeg, az utolsó óriás megvan, az üldöző megvan, a sárkánylovasok megvannak. Hajlékony Romörszem, Harangviszköpő, az elveszett vétkes, a hóérharci, Csontváz, Mohó démon, Mitha, megint Kohó démon, Öregvas király, a Skorpióhölgy, a patkány megbízott, Freyjának ugye a hatalmas nagy pókja, a királyi patkány, a Rothatnak a lelke, az ékémlelőnek a lelke, az ékémlelő, igen, az, akkor az megvan. Tehát mindenki megvan, kivéve ugye Vendrikék, ők ugye nincsenek meg. És ugye ennek oka van, mert majd szeretnénk. Tehát miután végeztünk a DLC-vel, utána lesz még egy utolsó utáni rész, amiben ismételten el fogom intézni Vendriket, a trónfigyelőket, a trónőrzőt, a Nashandrát, Aldiát, és egy másfajta végjátszás, illetve másfajta befejezést szeretnék majd nektek bemutatni. Na, de akkor ne húzzuk az időt, akkor készüljünk fel a DLC-kre. No, akkor kezdjük ott, hogy van nekem egy 30-as hitem, és hogy miért van az, hogy csak 60-as az intelligenciám, és miért 30-as a hitem? Na most azért, mert a DLC-ben nem fog elegendő lenni ez a fajta varázslat, amit mi használunk, hanem kérlek szépen benneteket, másfajta varázslatokat, úgymond hexeket fogunk alkalmazni, hexeket, rontásokat is fogunk alkalmazni. Ugye párat már összeszedtem, de még hátra van egy csomó, és akkor most ebben a részben ez lesz a hatalmas nagy feladatunk, hogy ezeket összeszedegessük, és ugye ezért is vártalak meg titeket ezekkel a dolgokkal. Tehát elsősorban most nekünk az a feladatunk, hogy elmegyünk a vadászok csalitjához, ott is pedig az első mágiához, hogy erősekké váljunk majd. Azt ugye tudni kell, hogy megvan a botunk, tehát mindjárt mutatom is, melyik botról van szó. Tehát a mágikus bölcsesség botja plusz 5-ösre fel van fejlesztve, és ugye van egy mágikus forrasztás rajta. Ez lesz ugye az alapbotunk, amit fogunk használni. No de, eljövünk mi ehhez az emberkéhez. Szerintem emlékeztek rá, ugye meséltem, hogy ezzel az emberkével nem tudtunk beszélni. Kicsit utána néztem, hogy mi volt a probléma. A probléma következő volt, hogy nem volt elég magas a hitünk. Most fejből mondom, de lehet, hogy hülyeséget fogok mondani. Ha jól emlékszem, akkor minimum 10-es, de szerintem 15-ös hitnek minimum kell, hogy legyen, hogy ezzel az emberrel tudjunk normálisan beszélgetni. The darkest spark within you. My name is Elgin. I will track with you what you need. Na, Felkin, a kitaszítottal most már végre tudunk beszélgetni. És sok mindent fogunk tőle vásárolgatni. Na, kezdjük ott, hogy van itt neki egy gyűrűje, az életvédelem gyűrűje. Semlegesíti a halált, de széttörik. Tehát ugye ez eléggé egy OP dolog. De nem. Tehát a Dark Souls 1-ben is volt egy ilyen gyűrű, mondjuk lehet, hogy erről már meséltem későbbiekben, most nézzétek el nekem, hogyha valamit újra el fogok mondani, de én sem emlékszem, hogy mit mikor mondtam el, vagy hogy elmondtam-e valaha is. Tehát az életvédelem gyűrű, ez például volt a Dark Souls 1-ben is, ott ugye kettő fajtája volt, hogyha fölvetted ezt a gyűrűt és meghaltál, akkor nem veszítetted a lelkeidet, de cserébe azok a gyűrűk mind széttörtek. Ez itt is létezik ez a gyűrű, annyi a különbség ezzel a gyűrűvel kapcsolatban, hogyha ezt fölveszed, ugyanúgy meghalsz, széttörik, de ki lehet javítani. Tehát gyakorlatilag meg lehet kovácsoltatni, tehát újra, tehát javítani lehet ezt a gyűrűt, és akkor újra meg újra fel lehet használni, tehát elég egy OP dolog szerintem. De nekünk nincs rá szükségünk. Na ugye lehet venni nála ugye sötétség fenyő gyantát, illetve varázslatokat. Na most ezek a varázslatok közül például nekünk ez a csoda ez nem fog kelleni, mert ugye nem vagyunk paplovogok például, tehát mi nem használunk miraklöket, hanem mi majd hexeket fogunk használni, tehát ilyen rontásokat, sötét gömb, a sötét fegyvert, én nem biztos, hogy fogom használni, igazából Battle Mage-ként fogom majd egyszer használni, ha készítek a Dark Souls 2-ből is olyan videót. Zengőlélek, nagy zengőlélek, igen, zengő hús, illetve zengő fegyver, jó, hát ezeket ugye most mind megvesszük, még igazából úgy vagyok vele, hogy jó, akkor vegyünk meg nála mindent, amit csak tudunk, és akkor utána beszélgessünk vele. Fantasztikus. Na, megvan akkor a naplementa bot, megvan a rontó szett. Na, és gyakorlatilag ezért a szett, hát a szettet azt nem hiszem, hogy fogom használni, de a botot azt 100%-ig, hogy fogjuk. Collapsed long ago. All that are left are either undead or hollow.
Save a few misfits like myself. Jo. No, akkor ezzel megvagyunk. Na most mit kell tudni erről a botról, amit szereztünk? Na ez lesz a második, vagy igazából a második legfontosabb bot, ami a birtokunkba került. Jaj, másik dolog igen, hogy elfejtettem az eltemetett kulcsát, de most ez lényegtelen, tehát véget a szempontjából annyira nem fontos. Na, tehát ugye kell nekünk az a bot, ami kérlek szépen benneteket, hogy is hívják? A naplemente bot. A naplemente botról azt kell tudni, hogy egy bot, amit állítólag Aldiában készítettek. Egy katalizátor varázslatokhoz és rontásokhoz. Főleg a rontások megidézésére jó. Szerintem most már értitek, hogy miért fogjuk ezt a botot használni. A rejtélyes Lord Aldia elzárta magát egy kúriában, ahol különböző kísérleteket végzett. A kúriában hívottak, eltűntek és idővel Thors fenevadak kerültek helyükbe, amik manapság is bejárják a halottakat. Vagy a halokat. Hallokat? Jelents ez a szó bármit. Na mindegy, ezt a botot fogjuk használni. Remélem, hogy figyeltétek, hogy milyen értékei vannak. Tehát a lényeg, hogy 106-os, tehát 106-os ugye az alap magikus sebzése, viszont ezt dark, tehát ugye rontásként fogjuk használni, mert láthatjátok, az intelligenciám az A-val skálázódik, viszont ugye a dark része, ugye a rontás része, a hex része, az meg S-esen skálázódik, úgyhogy csak és kizárólag rontásokat fogunk eme bottal alkalmazni. És lesz egy-kettő olyan ellenfél, meg lesz egy-kettő olyan boss, ahol jobban járunk, hogyha hexeket használunk. Legalábbis idegrendszeri szempontból. Na, most, hogy ez a botunk nekünk megvan, a következő helyszín, ahova megyünk, az ugye kitalálhattátok Macduffnak a műhelye, mert ezt a botot, ezt érdemes egy rontás és sötétséggel megforrasztani, megencsantolni, mert akkor nagyon-nagyon szépeket tud sebezni. Hello? Na, akkor forrasszuk meg ezt a botot. Én a mondó vagyok. Nem, itt van, igen. Naplemente bot, ez kell nekünk, és akkor teszünk rá egy sötétséget, aminek következtében ugye az történik, hogy leszedi ugye a mágiát, tehát nem 106-os lesz a mágikus sebzés, hanem csak 95-ös, de cserébe 60-as dark helyett 66-os lesz, ami most így annyira nem tűnik soknak, de majd később ez jelentősen változni fog. Főleg úgy, hogyha visszamegyünk Majulába, és ezt a botot felfejlesztjük. Tehát kihúzzuk plusz 5-össze, mert ezt a botot is plusz 5-össze ki lehet húzni, és bízok benne, hogy van elegendő. Mindjárt megnézzük. Hát, ha nem lesz elegendő, akkor gyakorlatilag sírni fogok. Na jó, azért annyira nem. De van elegendő. 21 darab Twinking Titanite-ból azért én szerintem az pont meg lesz az a történet. Csak ugye cserébe el kellene pattintanom pár lelket. Ugye azt tudni kell, hogy ezzel a karakterrel egyetlen egy ilyen zseblelket nem pattintottam el. És ennek ugye oka volt. Úgyhogy most elpattintottunk egy 20 000-est. Mert megtehetjük. Igazából Macduffnál is ugye meg lehetett volna ezt csinálni, tehát, de én jobban szeretem ezt a kovácsot. Tehát erősítsük meg ezt a botot, amennyire csak lehetséges. Itt is van csillogó titanit kell hozzá, és akkor már is plusz 1-es, plusz 2-es, plusz 3-as, plusz 4-es, plusz 5-ös. És akkor meg is voltunk ezzel, és akkor 11 000 lélekbe került durván. No, akkor ezzel meg is vagyunk. Akkor megvan a következő iszonyatosan erős botunk, amit majd ugye hexekhez fogunk használni. Meg is nézzük mindjárt az értékeit, hogy hát igen, 319 plusz 204-es a dark részét kell ugye nézni itt, ez pedig ugye 297 plusz 204-es. Úgyhogy 204-204 ugye mind a kettőnél. Hát ugye egyik erősebb, mint a másik. Majd ugye azt kell figyelembe vennünk, hogy melyik boss, az milyen, tehát hogy milyen, melyikre gyengébb, a mágiára gyengébb, vagy a hexekre. Mert lesz egy-kettő olyan boss, ami, hát inkább a darkot részesíti előnyben. No, a következő rész az nem más, mint hogy csinálunk egy küldetés sorozatot.
aminek következtében majd kapni fogunk egy szettet, illetve van egy nagyon-nagyon OP varázslat, ami kelleni fog nekünk, tehát mindenképpen kelleni fog nekünk, és ahhoz el kell mennünk Aldiának az erődjébe. Meg majd ne felejtsem el mindjárt megnézni azt a rontó szettet. Most meg is nézzük útközben. Nem, ez kicsit túlmentem. Rontószett, nem. Hú, mindig elfejtem, hogy néz ki, itt van a rontó köpeny. Egy rontó által viselt köpeny, felkín ez a kitaszítotthoz tartozott. Azok, akik megizlelték a sötétséget, bevonza az örvényést, és ritkán térnek vissza belőle. Talán ez kedvez valaminek, ami az emberi lélek legmélyén lakozik. Meg hát ugye jók az értékei is, úgyhogy igazából aki ilyen hexes varázslót, ilyen dárkos varázslót akar csinálni magának, hát annak igazából ajánlani tudom ezt a szettet, mert eléggé jókat tud csinálni. Azt hiszem a fejese az valamit, valami bónuszt az ad. De nem vagyok benne annyira biztos. Nem, nem így akartam. Igen, megnöveli a varázslatok használatának számát. Azt csinálja, illetve... Várjátok egy pillanatot, ugye ezt ugye vissza vesszük. Úgy, és akkor itt így nézzük. Megnöveli az intelligenciát plusz egyel, illetve a hitet is plusz egyel megnöveli. Illetve a varázslási sebességet is megnöveli kettővel. És ugye a védelmi értékek, amik ugye még különböznek. Na, tehát ugye azért érdemes esetlegesen azt a fejest alkalmazni. Na. És akkor ugye visszajöttünk ide Aldiának az erődjébe, itt is ugye kitakarítottam mindent, és ugye ez az úriember az övünk vissza, aki ugye be van ide zárva, tehát ugye... ennek az úriembernek van egy küldetés sorozata. Na most ezt a küldetés sorozatot fogjuk mi megcsinálni, de előtte mutatok nektek valamit. Na most ugye ez az ember ugye... arra kér minket, hogy hagyjuk őt békén. Tehát gyakorlatilag ő záratta be magát ide, és okkal. Na most ellövöm a point, erről az emberről azt kell tudni, hogy skizofrén. Vagy hát nem tudom, hogy skizofréne vagy nem, de két énje van. Van ez az énje, akivel ugye most beszélgettünk. Ez ugye egy rendes kis emberke, nagyon-nagyon tisztában van vele, hogy mi merre hány méter, hogy van neki egy rosszabbik énje. Egy kicsit olyan Dr. Jekyll és Mr. Hyde típusú dolgot kell itt ugye elképzelnünk. Illetve ugye van neki a rosszabbik énje. Na most a rosszabbik énjével egy bizonyos trükk alapján tudunk beszélgetni. Most hát nem kell hozzá hatalmas nagy trükk, de mivel én most nem szeretnék nagyon meghalni, ezért egy trükköt fogok alkalmazni. Tehát, mint tudjátok, ugye a Dark Souls 2-ben van az emberi kinézet, amiben ugye most vagyunk, meg ugye van a hollow lét, ugye a lelketlen állapot. Na, és a skizofrénes emberkével, jó, nem biztos, hogy skizofrén, de most nevezzük így, jó? Tehát a skizofrénes emberkénkről azt kell tudni, úgy lehet a másik énjével beszélgetni, hogyha nem emberi alakban vagyunk. Na most ugye ez két úton módon lehet ugye elérni, az egyik az, hogyha például idejövünk és megátkozódunk ezáltal a köcsög által, így mi, és akkor már is halóként létezünk tovább, tehát már nem vagyunk emberek. Vagy ugye az egyszerűbb eset ugye, hogy megölöd magadat, és akkor ugye alapvetően ugye haló vagy, de így ugye így a legolcsóbb, hogyha nem szeretnéd magadat fölöslegesen meggyilkolni. Na. Én általában ugye ezt szoktam, hogy idejövök, odaállok ahhoz a köcsökhöz, megátkoztatom magamat, és akkor úgy átváltozunk hollow létbe. Különlegesen nem szoktam megöletni magamat. Bár igazából ugye az lenne a gyorsabb, meg az lenne a kézenfekvőbb, de nem. Én valamiért ilyen hülye vagyok, hogy inkább elmegyek a köcsökhöz, aztán megátkoztatom magamat. Na mindegy, a lényeg, hogy most, hogy átváltoztunk, most, hogy lelketlenek vagyunk, és most, hogy visszamegyünk majd az úriemberünkhöz, egy teljesen más emberrel fogunk találkozni. Teljesen más hanglejtéssel van. Nem vagyok benne biztos, hogy nem ugyanaz-e a szinkron,
hangjuk, lehet, hogy két különböző szinkron hangjuk van, de a lényeg, hogy most akkor egy kicsit kis érdekesség fog következni itt, hölgyeim és uraim. Well, you're nicely hollowed, aren't you? Are you tormented by memories? Burdened by guilt? Now the question, are you ready for more? If you are, then we ought to talk. Érdekes, ugye? Na, ez gyakorlatilag a gonoszabbik énje. És a gonoszabbik énjével csak és kizárólag hollow alakban tudunk beszélgetni. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. Mostly by chance, but he did a fine job. Say. What he sought was strength, and so I decided to demonstrate. While my vessel slept, I'd find my mark and hunt him down. But my vessel did not approve, and so while I slept, he sealed the both of us away. Gyakorlatilag ugye most mesélt el, hogy tehát ez a varázsló emberke, ez ugye valamit ugye csinálgatott, aztán a lényeg, hogy most nem biztos, hogy skizofrén, lehet, hogy egy másik univerzumból valami démonikus, valami megszállta őt. De a lényeg, hogy ketten vannak, és amikor a pasas alszik, akkor ez a rosszabbik énje, ez ugye átveszi fölött a hatalmat, és elkezd gyilkolászni. Amikor meg ugye a rosszabbik énje alszik el, akkor meg ugye ő ébred fel, és akkor ugye így élik az életüket. Na, a lényeg, hogy itt lehet választani, de mivel mi meg akarjuk csinálni ezt a küldetés sorozatot, ezért én azt javaslom, hogy igen. Yes, I see how very kind of you. Egy-két gyilkosságot el fogunk követni. No, hát akkor ennyi. Meg is van akkor az első célpontunk, az nem más, mint Gilligan. Akit ugye Majulába lehet megtalálni, hogyha ugye beszéltetek a... Tehát ugye először megtaláltátok ugye ott a Skorpió hölgynél, ami nem is a Skorpió hölgy volt, hanem a levágott kígyó fejű bossnál. Akkor ugye ott van a Luke-nál Gilligan nevezett úri emberünk, akinek ugye segítségével 3 létrát tudunk ugye megvásárolni, és annak a következtében pedig ugye le tudunk ide menni ide a Luke-ba. Na, 2 utómódon lehet megcsinálni ezt a küldetést. Az egyik az, hogyha megöljük Gilligant. A másik az, hogyha megvesszük tőle azt a bizonyos tárgyat, ami pedig itten található. Ez a miniatűr létre, egy dísz, ami egy létrára hasonlít. Egy kicsi díszként szolgáló létre. Egy érdekes kis dolog, de semmi célt nem szolgál. Úgy tűnik, ennek a dísznek semmilyen különös célja nincsen, és nem is érne olyan sokat, de mégis túlzott áron árulják. 8000 soulba kerül. Én most megveszem. Így, ahogy van. Aztán... elköszönünk tőle. Na. Tehát gyakorlatilag ugye el lehet dönteni, hogy most vagy megölitek Gilligant, vagy nem. Ha nem akarjátok megölni, akkor 8000 lélekért meg lehet tőle vásárolni ezt a miniatűr kis létrát. Ha sajnáltok 8000 lelket kifizetni neki,
akkor viszont meg kell ölni, és akkor is dobja ezt a kis mini nétrát. Na, most, hogy ezzel megvagyunk, akkor szépen megyünk vissza az úriemberünkhöz, aki ugye gyilkolászásra vágyik. De hát ugye sajnálatos módon el van zárva. No, erről a küldetésszáról ugye azt kell tudni, hogy ha jól emlékszem, akkor csak és kizárólag úgy lehet ezt megoldani, hogyha nem engedjük ki. Tehát nem szabad kiengedni onnan, hanem ott bent kell tartani, és a nevében kell ezeket a gyilkosságokat elvégeznünk. De ugye nem muszáj ezeket a gyilkosságokat elvégezni, tehát ugye láthatjátok, hogy vannak alternatív megoldások is ez ügyben. Bár van egy-kettő, tehát van egy gyilkosság, amit majd mindenképpen meg kell tennünk. Na, eloszlató gyűrű. Na, ki a következő célpontunk? Ja, de előtte eloszlató gyűrű. Hogy mi is az? Hát, amint megtaláljuk. Ugye fönt a neveket nézem, mert ugye így... Eloszlató gyűrű. Megnövelt májkus villám, tűz és sötétség védelem. Egy védelmező gyűrű, amiben négy különböző színű drágakő található. Megnöveli a viselőjének ellenállását a mágiával, villámmal, tűzzel és sötétséggel szemben. Ami a művészet, ahhoz kell, hogy négy különböző kő erejét egyetlen gyűrűbe illeszenek bele, csak a transzcendentális szóval lehet leírni. Csak egyetlen varázsló lehetett képes ezt megalkotni, egy férfiak az elveszett Olafis földjéről való. Na, megvan akkor a következő célpontunk, aki ismételten ugye Majulában van, ugye a térképész úriember, a Kale nevezetű. Na most vele van egy kis problémánk. A problémánk az, hogy kell ugye a sisakja. Na most ugye, gondolom, kitalálhattátok, kétféle úton módon lehet ugye megszerezni. Az egyik az, hogyha megöljük, akkor ugye megvan a sisakja. A másik egy kicsit bonyolultabb. Tehát, ez a Kale nevezetű úriember egy idő után úgyis nekünk adná a sisakját, viszont ahhoz sok mindent kell megcsinálnunk a játékba. Kezdve azt, hogy ugye van az a Pate nevezetű úriember, meg ugye az a másik úriember, az a Kaligan, akik utálják egymást. Na most azoknak a követésláncát először is ugye meg kell csinálni. Az mindegy, hogy hogyan végződik az a követéslánc, azzal végezni kell. Oh, hello again. Szevasz. You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Na, tehát ugye meg kell csinálnunk a Pétes féle küldetés sorozatot, hogyha azzal végeztünk, akkor utána egyetlen egy dolgot kell még megtennünk, meg kell ölnünk Nashandrát. És miután Nashandra meghalt, na azután kell idejönni Kalehez, és akkor adja oda a sisakját. Na most ugye értitek a problémát, Nashandra még életben van, és Nashandrát a legvégén akarom megölni, úgyhogy ha ezt a követési sorozatot meg akarjuk csinálni, akkor sajnálatos módon ezt a Kale nevezetű úriembert, ezt most el kell intéznünk. Hogy megkapjuk a sisakját? De nem kell aggódni, igazából ő nem oszt, nem szoroz, tehát nem ad semmilyen pluszt hozzá a történethez, vagy bármi. Ugye nagyon-nagyon sokszor jöttem ide a végjátszás során, nagyon sokszor beszélgettünk vele. Azok a beszélgetések, amik ugye már voltak vele, azokat ugye már 100 000-szer hallottátok, meg olvashattátok. Úgyhogy gyakorlatilag nem fog hiányozni innen nekünk.
de kell ugye a sisakja mindenképpen, és az a gond, hogy én most jelen pillanatban más módszert nem igazán tudok csinálni. Tehát hogyha tényleg életbe akarjátok hagyni az úriembert, akkor azt kell tennetek, hogy megcsináltok a pétes, keligenes, vagy Carrington? Azt hiszem valami C betűs úriembernek a küldetés száját, illetve meg kell ölni a Sandrát. Ami ugye játéknak a legeslegvége, tehát... Értitek. Na. És akkor utána hálája jeléül adja oda a sisakot. Mert ugye azt tudni kell, hogyha megöltük Nashandrát, akkor fel fog gyulladni az utolsó tűz is a térképen. És amikor kész van a térkép, akkor hálája jeléül adja oda a sisakot. Na. Hát akkor itt van a sisak. Együgyű fűszer, hát csak egyet kaptunk. Na, ki legyen az? Your target is Felkin the Hexer. As proof, bring me that peculiar scepter of his. What do you say? Na, Felkin a rontó az úriember, akitől ugye ezt a botot vettük, tehát azt kéne ugye megölni. Most nem vagyok benne biztos, hogy erre a botra gondolt? Mindjárt megnézzük. Igen, erre a botra gondolt. Tiltott a napnevezetű Hex. És most jön az utolsó gyilkosság, és nagyon figyeljetek. Na srácok, lányok, ugye az az utolsó célunk, hogy megöljük a Firekeeper gyakorlatilag, akinél szintet lépünk. Na most mit kell tudni arról a hölgyeményről, hogyha megölitek, akkor soha többet nem tudtok szintet lépni. Cserébe viszont megkapjátok ezt a régi tollnevezetű tárgyat. És neki ez a tárgy kell. Na most ugye ezt a tárgyat hogy lehet még megszerezni? Pontosan, hogyha eljöttök ide Aldiába, végigverekeditek magatokat itt mindenen, megölitek ugye azt a sárkányt, fölmentek a létrán, vagyis hát a liften, és ott lesz majd ugye a tűzőrző hölgyemény, és azt mondja, hogy itt van ez a toll. És hogy ezt használjuk. Na és gyakorlatilag ezt a tollat kell nekünk ugye megmutatnunk, és ezután meg fog nyugodni. Ezután ugye nagyon nagy haverok leszünk, úgy ahogy van, és utána árus lesz ez ebből az úriemberből. Na, ennek következtében akkor már előre felkészülünk, tehát... Elpattintunk jó sok lelket, hát 60 000 talán annyi elegendő lesz. Tudjátok mit, ne aprózzuk el. Ígyni. 172 000 lélekből azért csak be tudok majd vásárolni nála. És most kapjuk meg azt a varázslatot. A mágia felszabadulása nevezetű varázslat, amit a DLC-s bosszok többségénél azért szerintem fogok használni.
You've been good to me. Go on, tell me what you need. No, hát srácok, lányok, vásárolós időszak van. No, hát akkor, van itt egy ilyen hold csillagász szett, de ami a legfontosabb, a fekete boszorkány szett. Jajj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 
Kétszer. Na, akkor megvan a fekete boszorkány szettünk. Tudjátok mit, megvesszük ezt is. Jajjajjaj. Azért 11-et nem igazán vennék belőle. Úgy, né? Megvan akkor az összes szett, amit árul. Van egy megnövelt villám quartz gyűrű 2, azt is megvesszük. Ugye nagy villámló, nagy nyilvessző, tüzes nagy nyilvessző, illetve pusztító nagy nyilvesszőt is lehet lenni nála. Aki ugye ilyen IAS karaktert csinált, hát azoknak is érdemes ezt a küldetés sorozatot megcsinálni. Sárkány talizmánokat ugye lehet nála venni, meg kamarzsin vizet. Nagy életerőt és varázshasználást tölt vissza, erre baromira nagy szükségem van. DLC szempontjából lehet ugye venni mágias anyargatókat, annyira azért az nem fontos. Nagy varázsfegyver, de abból csak egyet szeretnék vásárolni, köszönöm, illetve egy erős varázspajzs. Igaz, hogy ezeket nem fogom én használni, de hogyha esetleg majd Battle Mage-i akarom magamat át konvertálni, akkor ezek a varázslatok fantasztikusan jók lesznek. Na, hát akkor gyakorlatilag srácok, lányok, megvan minden. Na, mit kapunk? Ja, mert megkapjuk a szettjét, igen, a Chaos Set. De rendes, nem? Jó, most már csak ugyanazt mondogatja. Na, akkor szevasz. Na, ezzel az emberkével akkor többet már nem fogunk beszélgetni. Igazából megvettem nála mindent, amire szükségünk van. Hát még esetleg mágias anyargatóért majd visszajövök, de ugye az végigjátszás szempontjából nem lesz fontos a számunkra. Na, hát akkor srácok, lányok, gyakorlatilag a videónak a végéhez felé tartunk. Most már csak annyit fogunk tenni, hogy bevásárolunk jó sok mindenből, illetve ugye fontos momentum, hogy visszaváltozunk emberré, és akkor így már tényleg többet nem fogunk vele beszélgetni, legalábbis a videók szempontjából. Na, akkor srácok, lányok, itt az ideje eldöntenünk, hogy milyen setbe fogjuk végigjátszani a DLC-ket. Mert én úgy gondolom, hogy a mágus, tehát oroszlán szedben nem igazán fog jutni ezt végigjátszani ezt a történetet. Úgyhogy eldönthetjük, hogy vagy a fekete boszorkánynak a szettjébe fogjuk végigjátszani, vagy ebben a káosz szedben, amit most nem is tudom, hogy hol van. De mindjárt először is, hogy ezt a csillagász köpenyét az biztos, nem fogjuk fölvenni. A melfiai csillagászok által viselt köpeny, a csillagászok úgy hiszik, hogy mágikus erőket bizonyos mennyi összehangoláskor lehet megszerezni. Még a Melfiai Mágikus Akadémia kollektív bölcsessége se tud a mágiát lehúzni az egekből, de a csillagászok ötletelésének hála rengeteg új és hasznos mágikus eszközt készítettek el. Hát ez a szett igazából sok minden nem ad, viszont nagyok az értékei, tehát nagy védelmet ad, az biztos. Na, nézzük akkor, hogy te mire vagy képes. Köpeny, amit Zulié, a boszorkány viselt, aki Alvának, a vándornak volt az elcsábítója. Kiváló mágikus védelemmel rendelkezik. Mikor Zulié, vagy Zulié, nem tudom, én legyen Zulié, legyen ilyen franciás. A boszorkány megtudta, hogy mit érez Alva szent szeretta iránt, minden trükköt és fortét bevetett, hogy tönkretegye őt, de legvégül az életét töltötte vele, támogatván törekvéseiben. A boszorkány, ki érzéketlen volt és iránta se éreztek semmit, most megtalálta a Hervat létének lényét. Hoppá, bocsánat, mellé nyomtam. Nézzük, hogy mire képes ez a szett így önmagában. Hát ahogy látom, sok mindenre nem, csak védelmet volt. Illetve meg kéne keresnem, hogy hol van ez a káosz. Nem, ez Wrangler, itt van a káosz köpeny. Rontó köpeny, tényleg a ront. Ezt olvastuk?
Egy ront által viselt köpeny felkér az a kitaszítotthoz tartozott azokat, akik megizlelték a sötétséget, bevonza az örvény és ritkán térnek vissza belőle, talán ez kedvehez valaminek, ami az emberi lélek legmélyén lakozik, igen. Káosz köpeny, egy káosz varázsló által viselt köpeny, most már csak Navlannak hívja magát. Megnézzük, jó? Káosz kesztyű, annak azt hiszem még mindig semmilyen bónusza nincsen, igen. Illetve káosz lábvért, annak sincsen semmilyen bónusza. Illetve akkor a káosz csukja, annak van bónusza, azt nézzétek csak, hogy 60-as ugye az intelligenciám, tehát plusz 3-at ad az intelligenciámra. 152-ről felugrik 161-re a varázslási sebességem. És akkor ugye ez lenne a káosz szett maga. Na nézzük csak. Igen, a boszorkánynak a kalapja az annyit csinál, hogy plusz egy hangoláspontot kapok. Tehát plusz egy mágiát tudok tartani az elmémben. És ugye akkor nézzük meg, hogy is nézne ki, hogyha a bossi szettel mennénk. Igen. A fekete boszorkány, ami igazából lila, de mindegy. Így né. És akkor így meg is vagyunk. Hát gyakorlatilag ez lenne a bossi szett, ami szerintem annyira nem is rossz. Úgyhogy én több mint valószínű szerintem, srácok, lányok, hogy ebbe fogunk harcolászni, és ebbe fogjuk mi a DLC-t végig tolni. Plusz egy hangulásunk lesz ugye a tudatunkban, és gyakorlatilag ezzel a bottal, meg ezzel a bottal fogunk akkor harcolászni. Jó. Na akkor srácok, lányok, igazából semmi más dolgunk nincsen, mint hogy várjátok, a rontásokat ugye azokat megvásároltam, kinél lehet még rontó varázslatokat vásárolni, most még azon gondolkodok. De nem emlékszem, akkor másnál már nem megoldott lehet semmit se. Na, akkor tárgyvételénél annyit csinálunk, hogy kelleni fog nekem, hát nagyon-nagyon sok nyilvessző. Ezekre igazából annyira nincsen szükségem, de inkább biztosra megyünk. Jó, rontó varázslatokat váltok, hexeket még kinél lehet venni. Ugye nálad csak varázslatot lehet venni. Igen, nálad is ugye már majdnem mindent megvásároltam, meg ugye itt lehet ugye most már végtelen mennyiségben vásárolni minden egyebet, amit szeretnék. Rontó varázslatok. Tudom már. Még egy embernél van szerintem a egy-két rontó varázslat. De igazából is az lesz, hogy a hexeket csak is kizárólag én szerintem a bossoknál fogjuk alkalmazni, és nem sok bossnál, tehát szerintem 3, maximum 4 emberkénél fogjuk használni. Na most ugye itt van ez a hölgyemény, ugye ezt a végeztesen ugye én megöltem, de most kivételesen nem öltem meg. What a wonderful feeling that must be. Igen, tárgyvétele. Aha, ja igen, akkor te nem árulsz hexeket. Te mit árulsz? Megnöveli a hitet. Az annyira nem fontos számomra. Jó. Akkor nálad nem, még egy emberre tudok gondolni. Még őt megnézzük, aztán utána tényleg abba hagyjuk a videót. Tehát gyakorlatilag ennyi lenne a hatalmas nagy felkészülés a DLC-re című történetünk. Visszamegyünk ide. És straighthez ugye elmegyünk, a cellához. Megnézem, hogy azt hiszem nála azért vannak szérontások. Jó, igen, hagyjuk, jó. Most nem beszélgetni jöttem. Igen, itt vannak a rontások. Sötét gömb, igen, az kell. Sötét zúdulat is kell, sötét köd is kell.
affinitás. Célkövető lélek nyíl, azokat ugye még nem vettem meg, de hát azért vegyük meg. A többi az meg nem kell, mert ugye ezek miraklök, ezek meg piromancia varázslatok, és ugye ezeket ugye semmilyen utomódon nem fogom használni. Ó, igen, ez fontos. Rúzsos víz. Az legyen meg. Illetve... Az megnöveli az intelligenciát, tovább tart a varázslat hatása, viselőhelyet nyeli el a lelkeket. Ez fontos, meg ez is fontos. Ez meg annyira nem. Na és pont le is nulláztuk magunkat. Jó, veled meg ma ugye nagyon sokat beszélgettünk. Na, hát akkor srácok, lányok. Végeztünk is. Akkor ennyi lenne ez a felkészülés a DLC-re. dolog. Tehát ugye most nem csináltunk gyakorlatilag sok mindent. Megszereztük a szettet, megszereztük ugye a dárkos varázsló botunkat. Ugye a hexes botunkat, vagy nevezzük ahogy ki, bárhogy ahogy szeretné. Még ugye feltöltöm itt a maradék készletemet. Ja, 99 ilyen kis cuszli van nálam. Hát vehetünk amúgy bombát is, igen. Jó, és akkor úgy már teljesen lenulláztam magamat. Na, hát akkor srácok, lányok, én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet. Akkor a következő részben... Hú, de eléggé hülyén néz ki így ez a kalap, hogy nem látszik a szeme szegény karakterünknek. Tehát akkor a következő részben... Na, figyelj oldalsa. Tehát lényeg a lényeg, a következő részben akkor elkezdjük a DLC-ket. És szépen lassan, de ki fogjuk húzolni az összes DLC-t, az összes boss-t el fogjuk intézni, és minden egyes nagy DLC fejezet után el fogunk menni Vendrickhez, és beszélni fogunk vele. No, én köszöntöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szói voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és akkor nem sokára érkezik majd a következő rész. Én Szói voltam, sziasztok!